Rogán Antal felesége Rogán Cecília a HVG legújabb számának címlapján. Hajába csavart bankjegyekkel ábrázolják. Alapmunkatársai mutatták meg a plakátokat csütörtökön a budapesti Széll Kálmán téren. Ezek ugyanis már nem kerülhettek ki országszerte hirdető oszlopokra, mert azok tulajdonosa, a Mahír, a múlt héten felmondta a kiadóval kötött szerződést. A független lap az MSZNP széthullását épp úgy fanyar humorral mutatta be a 80-as évek végén, mint Horn Gyula és az MSZP kormány ügyeit, Gyurcsány Ferenc kormányának válságát, vagy Megyesi Péter titkos szolgálati múltját. 2010 óta Orbán Viktort, Mészáros Lőrincet, vagy éppen Matolcsi Györgyöt célozták meg, aki itt éppen Varga Mihállyal szelfizik, miközben a háttérben egy 20 000-es bankjegy lánkol. Alapmai vezércikke azzal foglalkozik, hogy milyen viszonyban vannak a kormánypárti politikus feleségek vállalkozásai a közpénzekkel. Ehhez készült ez a címlap. Bár a képről hétfőn döntöttek, és a Mahír múlt pénteken küldte el a szerződés felmondását. Alapszerkesztője szerint egyértelmű, hogy ez miért történt. Úgy gondolom, hogy a cenzúra minősített esetéről van szó, mert ezek a plakátok évtizedek óta kint vannak az utcákon, függetlenül attól, hogy milyen kormány van a hatalmon, vagy éppen ki a tulajdonosa a Mahírnek. Orbán Viktor is mondja már valamit. A Mahír Simicska Lajos révén sokáig Fidesz közeli cégnek számított, ám a sorsa 2015-ben megpecsételődött, miután a milliárdos vállalkozó összeveszett Orbán Viktorral. A fővárosi önkormányzat például előnytelen feltételekre hivatkozva felmondta a céggel kötött szerződést, és elkezdte lebontani az oszlopokat. Tavaly nyáron Simicska Lajos minden cégét kormány közeli köröknek adta el, a Mahír Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került. Budapesten a Nagykörúton ma az oszlopok jelentős részén a Fidesz plakátjai látszanak. A HVG-s szerződést a cég helyhiányra hivatkozva mondta fel. Kértünk interjút a Mahírtól is, szerettük volna megkérdezni tőlük, hogy miért nem tudnak elegendő plakát helyet biztosítani a HVG számára. Ám adásunkig megkeresésünkre nem válaszoltak. A HVG kiadója azt mondta, perelni fog, a munkatársa pedig folytatják az utcai gerilla akciókat.